Átlagos délelőtt az Eszterlánc Északi Óvoda Széke intézményében. Az egyik kisfiú ballagási tarisznyájával táncol, hiszen szeptembertől iskolás lesz. Az ő és vele egyidős társai helyére új óvodások érkeznek, olyanok, akik 2013. augusztus 31-e előtt születtek. Nekik a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a 2016-17-es tanévben meg kell kezdeni a közösségi életet. Szüleiknek április 25-én és 26-án kellett jelentkezni Nyíregyháza óvodáiban. Egy jelentkezési lapon három intézményt jelölhettek meg abban a sorrendben, ahogyan kívánták a gyermek felvételét. Ez a jelentkezés még nem jelentett automatikus felvételt. Nyíregyházán a négy nagy intézmény vezetőjének 21 nap állt a rendelkezésére, hogy a szabályok alapján meghatározzák, melyik kisgyermeket hová vették fel. Erről a szülőket írásban értesítették az óvodák. Az értesítésben tájékoztattuk a kedves szülőket, hogy beiratkozás napja következik. Minden intézményvezető külön döntötte el, hogy melyik napon történik meg ez a beiratkozás, amelyben a kedves szülő nyilatkozik, hogy az óvodát igénybe szeretné venni. Eszterlánc Stas utcai óvodában 6-án lesz mindez, amikor a szülő írásával nyilatkozik, hogy az óvodában beiratkozott. Ettől kezdve nyugodt lehet már, és nagy szeretettel várjuk, hisz a kedves szülő még azt is fogja tudni, hogy melyik csoportban kezdi a nevelési éve gyermeke. A beiratkozás napján az óvodában szülői értekezleten ismertetik meg a leendő óvodásokkal és szüleikkel az intézmény házi rendjét, és mondanak el egyéb hasznos információkat a közösségi élettel kapcsolatban. A beiratkozás pontos időpontjáról minden érintett szülő érdeklődhet abban az intézményben, amelyből értesítést kapott. Nyíregyháza 700 millió forint értékben 6 óvoda felújítására pályázik. Ha a támogatást kap a program, akkor ezek a komplex rekonstrukciók önerőt nem igényelnének. A tervek szerint a Gyermekek Háza déli óvoda székhely intézménye, a Búzaszem nyugati óvoda székhely intézménye, ennek a Városmajori tagintézménye, az Eszterlánc óvoda Ferenc körúti tagintézménye, a Tündérkert keleti óvoda székhely intézménye és ennek a Kikelet tagintézménye újulhat meg a forrásokból. Nyíregyháza önkormányzatának májusi közgyűlésén döntés született arról, hogy a József András Oktatókórház területén a Cucor Gergely és a Nagyvárad utca sarkán egy új óvoda létesüljön. Az intézmény a kórházi dolgozók és a környékbeli gyerekek elhelyezésében nyújtana segítséget. Az új létesítmény 3 egyenként 25 fős csoportszobával működne az elképzelések szerint. A beruházáshoz a város pályázatot kíván benyújtani, melynek összköltsége 240 millió forint, ebből 90 milliót kell önerőként előteremteni.